Merkur a naptól számítva az első és az egész naprendszer legkisebb bolygója. Sok tekintetben hasonlít a Föld holdjára, mert nincs állandó légköre, valamint felszínét számos kráter borítja. A holddal ellentétben viszont nagy, vasat tartalmazó magja van, és olyan mágneses mezővel rendelkezik, melynek erőssége a Földinek körülbelül 1%-a. Magjának mérete miatt kivételesen nagy a bolygó sűrűsége, felszíni hőmérséklete pedig mínusz 183 és plusz 427 Celsius között változik. A Merkur a naprendszer négy földtípusú bolygójának egyike, és a Földhöz hasonlóan kőzetekből felépülő égi test. A bolygó nagyjából 70% fémet és 30% szilikátot tartalmaz, a nap körüli keringési ideje 88 napot vesz igénybe, és a naprendszer második legsűrűbb bolygója. A Merkurt először meglátogató űreszköz a Mariner 10 volt, amely 1974 és 75-ben feltérképezte a bolygó felszínének 45%-át. A második a Messenger űrszonda, amely további 30% felszíni adattal szolgált, amikor 2008. január 14-én elrepült a Merkur mellett. A Messenger pár hónappal később még kétszer elhaladt a bolygó mellett, 2011. március 19-én pedig bolygó körüli pályára állt, alig 200 km-re a felszíntől. A Merkurt 4,6 milliárd évvel ezelőtti kialakulásakor rendkívül sok üstökös és aszteroida becsapódás érte. Ebben az időben a bolygón heves vulkanikus aktivitás volt tapasztalható, így a Holdon megtalálható holtengerekhez hasonló mélyedések jöttek létre az égitesten. A legnagyobb ismert kráterek egyike az 1550 km-es átmérői Caloris medence. A medencét létrehozó becsapódás olyan erőteljes volt, hogy láva tört a felszínre, valamint létrejött egy 2 km magas krátertövező perem is. A keletkezésével kapcsolatos egyik elmélet szerint a Calorisnál történt becsapódás olyan lökés hullámokat hozott létre, melyek a bolygót megkerülve a becsapódással ellentétes ponton találkoztak, és az így létrejött nyomás széttördelte a bolygó felszínét. Sokáig úgy gondolták, hogy a Merkurnak mindig csak az egyik oldalát éri napfény, de 1965-ben radarokkal végzett megfigyelések bebizonyították, hogy a Merkur háromszor fordul meg saját tengelye körül, míg kétszer megkerüli a napot. A Merkur legnagyobb földközelségét átlagosan 116 naponként éri el, és legjobban 77 millió kilométerre tud minket megközelíteni. A Földről nézve fényesnek látszik, és reggel vagy este szürkületkor lehet rendesen megfigyelni. Ha tetszett ez a videó és szeretnél még ilyen tartalmakat látni, akkor iratkozz fel a csatornára, és ne felejtsd el bekapcsolni a mellette lévő csengőt is. A következő videóban találkozunk, sziasztok!